Na, szevasztok, Vándor vagyok. Először is szeretném elmondani, hogy itt semmi nem jó példa, amit látni fogtok. Fogunk majd itt lopni, meg rongálni, meg betörni. Úgyhogy ezekért én nem vállalom a felelősséget, és mutatom ezt a Thief Simulator nevű vadonatúj játékot, ami hamarosan most fog megjelenni Steamen is. Úgyhogy én itt már kicsit belenéztem, elkezdtem, és akkor betöltöm a profilomat, és indítsunk a házunkban. Nagyon hasonlít a játék, igazából szerintem nagyjából ugyanazon a motoron alapszik, mint mondjuk a House Flipper, tehát grafikailag nagyjából erre lehet számítani. És mindjárt körbevezetlek titeket, a töltőképernyő egy picit lassúcska. Hát igen, azt mondja, hogy ha ilyen nagyobb dolgokat viszünk el, mint TV, nyomtató, stb., azt az autónknak a hátsó csomagterébe tudjuk pakolni, és ezeket aztán jól eladhatjuk, jó pénzért. Na hát itt vagyunk. Itt van a mi kis bázisunk tulajdonképpen. Ott az autónk, egy ilyen nagyon kis egyszerű, nem feltűnő. Na és akkor fönt van nekünk egy számítógépünk. A számítógépben lehet vásárolni mindenféle eszközt. Alapeszközünk a pajszer, a zseblámpa, meg egy zárfeltörő készlet, egy ilyen nagyon alap. Itt lehet eladni dolgokat, akár itt mondjuk az elektronikusban rádiót, a tévét itt adtam el a küldetésben, a tutorial küldetésben. Akkor vannak ilyen információkat lehet vásárolni. Mi most nekünk például erről a házról, a háznak a biztonsági rendszeréről vásárolhatunk $15 tippeket. Lássuk. Hát azt mondja, hogy csak egy öreg zár van, nagyon könnyű feltörni. Egy másikról kaptunk régebben információkat, ilyeneket, hogy van TV benne, amit el lehet adni, a fakerítés könnyű feltörni, hol találom a kulcsot, ilyesmi dolgok. Illetve itt van egy ilyen apró hirdetés, ahol tulajdonképpen ilyen gazfickókat keresnek, mint mi. Úgyhogy innen lehet küldetéseket felvenni. Na most nekünk az a küldetésünk, a 111-es számú házba kell menni. Ja, ki kell figyelni, jelenleg most nekünk ki kell figyelni, hogy emberünk hogy viselkedik, mikor nincs otthon, mikor megy el. És ezt majd mindjárt megnézem, hogy mikor is kell menni oda. Egyébként itt van, hogy mi van nálunk, milyen itemek, vannak skillek, pár skill feloldható, ilyen például a lockpick 1-es, amit én már feloldottam, úgyhogy most már tudunk alapszárokat feltörni. A gameben meg a játékról vannak különböző dolgok. Itt lehet pihenni, itt van egy device workshop, ami még nem elérhető számunkra, és nagyjából egyenlőre igazából ennyi. Itt valószínűleg autót lehet majd szétszerelni, vagy én nem tudom. Itt lent van egy workshop, de ezeket még föl kell oldani, ezek csak később jön a játékban. Na, akkor most meg kéne nézni, tulajdonképp mi is a feladatunk. Az a nagy kérdés, hogy vissza lehet-e játszani. Jó. Mindegy, azt hiszem az volt, most hány óra van? 7 óra, este 7. Ja igen, ott van, jó, pönt. Greenview 111-be kell elmenni 7 óra, reggel 7 óra fele. Úgyhogy akkor aludjunk reggel 6-ig mondjuk. Akkor beállítjuk reggel 6 órára. Szépen áttörög az idő. Jó. És bepattanunk a kocsiba, minden felszerelés nálunk van. Jó, Greenview Street. Ezt megadjuk célnak. A másik lehetőség a bolt, ahol el lehet adni a szajrét.
órák kérdése is betölt a játék. Na itt vagyunk, és a 111-et ott a térképen csekkoljátok ott van bal oldalt, úgyhogy akkor oda megyünk. Nagyon figyelni kell, hogy ne üssünk el senkit, de van itt nekünk külső nézet, így ez azért kicsit többet látunk. Na és, opa, hogy? Na oda, ott kell lennünk. Megállunk úgy, hogy ne blokkoljuk a forgalmat, mert az úgy felhívja a figyelmet magunkra. Ide jövünk, és aha, oda másszunk föl. És igazából itt figyeljünk, hogy mit csinál, nagyjából erről van szó. Ja, hogy meg kell jelölni mouse 2-vel. Aha, az a középső. Nézzük. Wait for them to leave and get me that box. Aha, a dobozt akarja onnan bentről. Sleeping in parking lot. Oké, az autóba is lehet pihenni. Igen, azt mondja, hogy várjunk, amíg nincsen otthon. És megnézhetjük emberünket, hogy mikor nem lesz otthon. Hát én szerintem az még kb. Egy órácska lehet. Nézzük a tibetit. Notes. A 111-esről. Na igen, itt van. Living room. 9-től 11-ig úgy tűnik, hogy ő nem lesz otthon. Ezt nem tudjuk ilyenkor mit csinál, de azt tudjuk, hogy 9 óra. 9 órakor érdemes visszajönni. Na menjünk innen, mert aztán itt gyanúsak leszünk a járókelőknek. Az nem egy jó ötlet. Keresünk egy parkolót, itt van szembe. És mondjuk, hát tök jó, hogy mindegy 7 óra van pont. Itt megállunk. Sőt, hát mondhatjuk azt, hogy 9-ig alszunk, és lesz 3 óránk. Ja, na menjünk. Na, visszaszállunk az autóba. És most elvileg már nincs otthon. Ide-vissza jövünk. Ide beparkolunk. És amikor nem figyel senki, mert mindenképp háttal van. Ez nyitva van, szuper. Ugye nem vagy otthon, nem vagy otthon. Na, törjük fel az árat, azt kell csinálni. Ja, igen. Hogy így mutatja. Jó, kinyitottuk. Hogy bezárjuk magunk mögött a biztonság kedvés, azt a doboz kell, de hát viszünk mi mindent, amit tudunk. A doboz az egy dolog. Jó. Ah, a TV, hát ne viccelj. Ezt gyorsan kivisszük. Ajtót kinyitjuk. Hova tiszolt? Új. Gyorsan kinyitjuk. Nem tudom, mennyire vagyunk így gyanúsak. Trespassing. Jajaj! Ó, oh, ez nem túl jó, igen. Tehát minden gyalogosnak gyanúsak tudunk lenni. Jó, elment. Érdemes figyelni. Na! Úgy, oda be. Gyorsan. Hozzuk a dobozt. Give me the box. Úgy, hopp. Ja, hogy ezt így elpakolta magához. Aha. Nézzük, mi van itt. Rádió, oké. Cipő, mindenféle itt. Meg lehet nézni a fiókot. Na mindegy, menjünk. Sehol senki. Hopp. Zárjuk le gyorsan. Tűnjünk innen. Ki kell menni a zónából. És akkor... Nagyon figyeljünk, hogy ne üssünk el senkit. Hát az irányítás az nagyon átkárdos. Na nézzük. Menjünk a pawn shopba. Adjuk el a tévét. Na. B. Na, level up. Nagyon szuper. Tudunk egy új skill pontot elosztani. Na, lássuk. Hello! Hoztam egy kis cuccot. Nézd csak.
serpenyő. Már nem használom. Igazából nincs szükségem rá, szívesen eladnám. Oké, erre szüksége van. Hát ilyen szeméttelő nem foglalkozik. Na, húzzunk haza. Remélem, hogy... Na, home. Ja, home, igen. Ezt így... Nem is baj, hogy ezt így leegyszerűsítették. Send the box via Black Bay. Na, a Black Bay-en akkor eladjuk. Na. Megnézzük. Valakinek szüksége lesz rá, biztos. Azt mondja, hogy Black Bay. Van nekünk egy dobozunk valahol. Nem. Other biztos. Aha. $100. Nagyon jó. Szuper. Na, Dini, mit szeretnénk? Be kell törni egy ablakot. Na, menjünk. 112-esbe. Menjünk, mondtam, lesz itt rongálás is. Akkor Greenview. Melóból melóba nincs pihenés. Na, azt mondja, sneaking. Ja igen, hogy a sötétbe, ja, de, tehát hogyha sötét van, akkor ugye kerüljük ezeket a kivilágított részeket. 112 az valahol lesz fölfele. Ott van fönt. Aha, körbe kell kerülni az egészet. Aha, a gyalogosokat nem ütünk el, mert akkor mehetünk vissza a checkpointra. Vagyis az elejére. Igen, egyenesen tovább. Elég leharcolt egy környék, mit ne mondjak. Vannak rendőrök, azok elől el lehet bújni. Na jó. Így. Azt mondja... Na, itt mi van? Mikrokamera, mailbox, place kamera, aha. Ja, hogy értem, meg lehet figyelni. Nézzétek, itt vannak kövek. Nem van kő. Ja, hát akkor a izével kell betörni. Ezzel. Mennyit? Jajjaj! Tűnés. Nem mondod. Jó, ezeket el kell... Ne, menj innen. Én nem én voltam. Egy közöm sincs a dolgokhoz. Aha. De ez így. Neki elég. Oké. Most már ezt is tudjuk. Na, tehát vissza a checkponthoz, gondolom, a legeleje lesz a küldetés, mielőtt még betörnénk az ablakot. És megnézzük, hogy a T betűvel mit ír. Nem sikerült meglógni. Aha, na. Break the window. Ez a 112-es. Na. Na, azt mondja, a leveling up az nem érdekel. Na igen. Igen, bújjunk el valahova, azt mondja. Mondjuk ide elbújjunk. Na. És megvárjuk, amíg elmegy a rendőr. Kucskálunk. Ott jön a rendőr. Azt kell figyelni, hogy nehogy bekerüljünk a hatás körzetében, tehát amikor láthatóak vagyunk. Tehát egy picit talán lehet hangosabb a játék. Ja, mindegy. Jó. Jaj! Az autót azért nem kellett volna konkrétan ott hagyni a ház előtt, mert az elég gyanús. Úgyhogy igen, az autót leparkoljuk a parkolóba. Szerintem ott nem fogják bántani. Betörik az ablakot. Bejövünk oda, csak egy kicsit feljebb ezt a játék hangerején. Na, tehát.
autó beszáll. Itt. Ja, de fura. Oké, nem tudom, itt hagyjuk az autót mondjuk. Kíváncsi vagyok, itt lesz-e bármi bajuk vele. Oj. Nézzük csak azt a T-betűt, azt. Oké. Átváltunk Crowbarra. Az nagyon fontos, hogy a Crowbart azt ne lobáljuk emberek előtt. Mert akkor gyanúsá válunk, hogyha feszítő vassal sétálgatunk az utcán, fekete öltözetben. Na, most kíváncsi vagyok. Igen, azt mondja, hogy izé. Hide or run away. És mondjuk, ha arra mentünk volna, el lehetett volna futni, de mindegy. Nézzük meg, hogy jó, elmentek az autóm mellett, ez nem volt gyanús. Most gondolkoznak, megnézik. Leveling up. The Watsons. Na, megjöttek a rendőrök. Mindenki. És ha nem látnak semmi gyanúsat, akkor tovább is mennek. Így van. Uh-oh. Na, mennyi. Megfordulna. Az is ott valahogy megfordul. Jaj, nem mondod már, hogy az ott most bebuggolt. Jó van. Megoldja. Ó, megoldják. Keresztül kasul mindenen. De jó, hogy nem ott parkolunk. Jó. És ha senki nincs itt, mert azért nehogy egy járókelő azt lássa, hogy kibújunk a... Igen, most pont itt van. De pont most kell itt figyelnetek. Megvárom, amíg az a járókelő. Ez a rendőrautó az itt. Nem bírok kijönni miatta. Ja, itt lehet egy... Hát, egy minimálisat lehet mozogni. Komolyan az ott bepakolt. Pont a határon van az autónk is, meg mi is. Na, most elmegy, jó van. Végre! Jó, most jó. Ja, és akkor most már egy csillagunk van. És ha lementek a csillagok, gondolom hasonlóan, mint a GTA-ban. Akkor most gyorsan hátrafelé elhúzzuk a csíkat innen. Jó, azt ott kicserezzük. Na, húzás, haza. Kimegyünk a megyéből, azt akkor jó van. Nagyon jó. You need to learn how to deal with standard locks. Na, level 2-es lockpick. Azt is mondja, hogy akkor tanuljuk ki a level 2-es lockpicket. Ugye az következő nem is tudunk más kitanulni. És akkor lássuk. Menjünk ide. Itt van nekünk, tehát ez a level 1-es lockpick. Hát lockpicking, ugye itt maga a zár van. Itt tényleg csak annyit kell csinálni, hogy be kell állítani ezt a kis vasat a megfelelő szögbe. És úgy lehet csekkolni, hogy mi a megfelelő szög, hogy én nyomom de inkább most a D betűt, akkor mutatja, hogy még nem jó, még egy picit ezt a baszkot jobbra, még balra, még egy picit balra, és most így ki lehetett. Most nézzük meg ehhez képest, mit tud a másik, de ehhez kell egy lockpick. Open a standard lockpick, tehát vásároljunk egy lockpicket. Azt láttam. Ezt mondja, hogy hát de lockpick itt van, bye. Úgy, beruháztunk rá boldogulásunk érdekében.
Na lássuk, most minden megvan. Hű, ez jó. Na, T betű, lássuk, mit mond. Ez a helyes, ez a helytelen. Tehát egészen be kell, hogy nyomódjon az a kis pöcök. Oké, ennyi. Ezek igazán eltűnhetnének, már végig megnéztem őket. Tudom, forgatni. Aha. Ja. Várjál! Meg kell nyomni. Aha! Úgy meg kell nyomni az egeret. Aha! Úgy. Úgy, és akkor most. Ez jó, ez nem volt, nem vagyunk. A másikra sokkal nehezebb volt rájönni. WC-be kell betörni. Na, azt mondja, hogy vegyünk izét. Na, vegyünk... ismereteket a házról. Nézzük meg, mit tudhatunk meg a házról. Stereo Forums. 114-es. Nem? Nem 114-es? 113-as? Na tessék. De 113. Még 114-re emlékeztem. Hol van loot? Security tips. Ja, értem. A... Oké, a hálószobában van a bejárati ajtónak a... kulcsa. A loot az nem érdekel. Tenant routine. Na menjünk oda, mérjük fel. Jó, most nem veszem meg, mert pénzem egy harmadát elvinni. Ugye a 113-ba benézünk. Próbáljuk megcsekkolni, hogy mégis milyen rutinja van az ott lakónak. No. Ott van egész fönt. Tehát igazából az lenne a jó. Oké. A tévé! Ah! Várjatok! Nem jó. De, állj, mindegy. Adjuk el a tévét gyorsan. Hát tele van a kocsi. Ott van hátul a tévé. Ezt nem adtuk el. Úgyhogy gyorsan a... nem tudom, meg... Ja, azt otthon lehet. Azt otthon lehet a izében. A számítógépem. Gyorsan eladjuk. Azt mondja, hogy itt a Black Bay-ben... Electronics... nem. Other... nem. Akkor... Wanted. Na, hát... Vagy várjunk? Most azt nem tudom... Lehet, hogy be... De nem. Nem hiszem, hogy be kéne hozni a tévét. De lehetséges. Kéne venni. Hát ott ne tudja. Mit tudom, én ide leteszem. Nesze. Na, most esetleg? Ha nem, akkor viszont el kell menni a boltba. De itt volt az Electronics legutóbb. Missing. Na jó, elmegyünk a izéshez. Akkor megpróbáljuk a emberünknél. Pawnshop. Hoztam neked egy tévét, mit szólnál hozzá? Nézd csak! Lehet, hogy ez volt a baj, hogy ezt így be kell vinni. Welcome back. Aha, Big Items. Aha! Ott van. Nem sikerült. Akkor csak ide. Hogy kell oda tenni vajon? Jó, mindegy, nézzük. Most így mit szólsz hozzá? Aha!
Oké, 40 dollárért eladtuk ezt a tévét. Na, nem tudom, hogy ez bug vagy... Mindegy, köszönöm. Akkor menjünk. Csekkoljuk meg a rutinját éjszaka. Hát, ha éjszaka nincs otthon, az milyen jó lenne. Te 113. Ha meg nincs otthon éppen most, aha. Oké. Este 7 óra. Nagyon szuper. Akkor itt körbe kell autókázni. Próbálunk lehetőleg szabályosabban eljárni. Nehogy felkeltsük valakinek az érdeklődését. És itt leparkolunk. Hello, nem ide jöttem. Csak itt megálltam az autóval. Aha. Hello. Oké, és ott van még valaki. Meg kéne valahol nézni. Hátul van. Aha, Agility 2 kéne hozzá. Honnan tudom így felmarkolni? Nincs itt senki. Aha. Jó, akkor vissza. Hopp, hello. Na, ez az előre jött. Na nézzük! 110... Ja. Notes. 113-as. Hát azt tudjuk, hogy igen, otthon vannak. Ráadásul akkor a bedroomban, de... Jó, várunk reggelig, jó? Gyanítom, hogy előbb-utóbb elmennek dolgozni. Itt lehet föltenni a mikrokamerát, ami megfigyeli az egész napot. Tudja, hogy azért van. Na, akkor most csináljuk azt, hogy mondjuk... biztos, hogy alszanak. Akkor visszamegyek a parkolóba. És reggelig várunk. És innen fogjuk folytatni legközelebb. Na, állj már meg! Úgy, hoppá! Ezt kicsit túlkanyarodtuk. Tartsatok velem legközelebb is, köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és írjátok le a véleményeteket. Jövünk nem sokára. Addig is, sziasztok!